Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. 15%-kal több időpontot foglaltak a magánegészségügyben a magyarok, mint tavaly. Vitézi Dávid nem lepődne meg, ha a főpolgármester visszalépne. Karácsony Gergely kabinetfőnöke azt mondja, nem lépnek vissza, nyerni fognak. És ma estig lehet újra kötni a lakásbiztosítást, eddig minden tizedik család élt a lehetőséggel. Még a kormány várakozásainál is nagyobb lett a költségvetési hiány. Az előzetes adatok szerint a GDP 6,7%-a volt a kormányzati szektor hiánya tavaly. A KSH friss felmérése szerint viszont az egyenleg az előző évinél 911 milliárd forinttal kedvezőtlenebb, GDP arányosan közel 0,5%-ponttal romlott. Ezzel tavaly évvégén a GDP 73,5%-át ért el a bruttó államadósság, ami a magasabb hiányadatok ellenére is csökkenést jelent. A koronavírus járvány alatt 2020-ban ugyanis még 79,3% volt az adósságráta. Tavaly 15%-kal több időpontot foglaltak a magyar betegek a magánellátóknál, mint egy évvel ezelőtt, tudta meg a Népszava az egyik online időpontfoglalással foglalkozó cég vezetőjétől. Gáspár Péter, a Medicorp Hungary ZRT ügyvezetője szerint a több beteg és a szolgáltatók áremelései miatt átlagosan 20%-kal nőtt a szektor bevétele. A magánorvoshoz járók 9-10%-ának van valamilyen magánbiztosítása, a többiek zsebből fizetnek. Ugyanakkor egyre népszerűbb a részletfizetés. Eddig főként nagyértékű műtéteknél használták, de már kiterjesztették kisebb összegű szolgáltatásokra, számolt be a lapnak Gáspár Péter. Továbbra sem kíméli egymást Karácsony Gergely és Vitézi Dávid. A főpolgármester kabinetfőnöke szerint Vitézi Dávid a Fidesz embere. Vitézi viszont úgy véli, Karácsonynak köszönhető a Fidesz negyedik kétharmada. Az elemző szerint kevésbé a szakpolitika, sokkal inkább az ellenzékiség hangsúlyozása döntheti el a főpolgármester jelölti versenyt. Ezért is szavaztam rá 2019-ben, de 5 év alatt nem történt semmi. Korábban támogatta, most viszont Karácsony Gergely legfőbb kihívójává lépett elő Vitézi Dávid. A főpolgármester aspiráns szerint Budapestet a pártpolitikai csaták uralják, és nem a valódi problémákra keresnek válaszokat. A közlekedési szakembert azt sem lepné meg, a Karácsony Gergely nem vinné végig a kampányt. A teljes magyar ellenzéki tábort cserben hagyta, amikor Márki-Zay Péter javára visszalépett kevesebb, mint 2 évvel ezelőtt, és ezáltal a negyedik kétharmadot létrehozta Magyarországon. Tehát ha valakinek van a visszalépések tekintetében előélete és tapasztalata, az pont a jelenlegi főpolgármester. A főpolgármester kabinetvezetője rövidre zárta a felmerült gondolatot. Valós Samu azt mondta híradónknak, Karácsony Gergely marad és megnyeri a választást. Vitézi Dávid kapcsán pedig kijelentette, ő a Fidesz jelöltje, de ez egyáltalán nem jelentene garanciát Budapest fejlődésére. Ha megnéztük az elmúlt 10 évet, hogy gyakorlatilag szinte semmilyen projekt nem valósult meg, mindig arról beszél, hogy hogyan húzták le az ő projektjeit, hogyan állították meg az ő terveit, nem mások, mint a fideszes vezetésű kormányzati pozícióban lévő emberek. Még alig indult el a kampány, de Karácsony és Vitézi már minden fronton támadja egymást. Legutóbb a Bubi miatt feszültek egymásnak, ráadásul az online térben. Karácsony Gergely a G7 cikkét osztotta meg, és kiemelt belőle egy mondatot. Ebben az szerepel, hogy a közbringa szolgáltatás első változata, amely Vitézi nevéhez is fűződik, míg 2018-ban is óriási veszteséget termelt. Vitézi Dávid kommentben jelezte, szomorúan látja, hogy a főpolgármester a húsvétot is lejáratással tölti. A kampányban szerinte a pártpolitikai csatározás helyett Budapest jövőjéről is lehetne beszélni. Viszont válaszban Karácsony hozzátette, egy politikusnak tűrnie kell a kritikát, és úgy látja, ez Vitézinek nehezen megy. A Magyar Kerékpáros Klub elnöke azt mondta híradónknak, mindkét szereplőnek sokat köszönhetnek a budapesti biciklisek. Igaz, a Bubi előtt van fejlődési lehetőség. Van egy külön Bubi tarifa, ez olyan, mintha még meg lenne a villamos jegy, vagy a nem tudom, hasonlók. Én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a BKK bérlet része lenne a Bubinak a használata. Ez a tömegközlekedési eszközökre egy ilyen ráhordó eszköz, és arra nagyon hasznos. Karácsony és Vitézi korábban sem kímélte egymást a kritikákkal.
Az elemző szerint, bár fontos a szakpolitika, Budapesten nem ezen dől el a verseny. Ki az, aki ezt az ellenzéki vonulatát Budapestnek, az ellenzéki élét megadja, és szerintem ebben az értelemben Karácsonynak egy jóval nagyobb töblete, hiszen Karácsony tényleg az ellentéte Orbánnak minden szempontból. Az önkormányzati választásig már csak bő 2 hónap van hátra. 530 hazai gyermekvédelmi intézményt ellenőriz jelenleg a kormány, erről Fülöp Attila beszélt a Magyar Nemzetnek. A gondoskodás politikáért felelős államtitkár beszámolója szerint ezekben az intézményekben vizsgálják a napi működést, továbbá azt is, hogy volt-e gyermekbántalmazási eset. Március 1-én jelent meg az első jogszabályi változás, a kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálat a gyermekvédelemben dolgozó vezetőknek. A következő változást a parlament tavaszi ülésszakában a gyermekvédelmi törvénycsomag jelenti majd, ami további szigorításokat, segítségeket, fejlesztéseket és a gyermekvédelmi rendszer megerősítését tartalmazza, mondta Fülöp Attila. Orbán Viktor a Sopron-Bánfalvai kormányülés szünetében egy sajtószemléből szerzett tudomást arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott K. Endrének. Erről Rákai Filip producer a Telexnek adott interjújában beszélt. Mint mondta, ezzel kapcsolatban első kézből szerzett információi vannak. Rákai szerint az volt a minimum, hogy Novák Katalin lemond, de ezt már az ügy kirobbanása után hétfőn meg kellett volna tennie. A producer úgy fogalmazott, Novák Katalin a tettével, idézem, zárójelbe tette azt a családtámogatási rendszert, amit a világ bármely részéről meg lehetett süvegelni, és aláásta a Fidesz fundamentumát. Már csak egy napjuk maradt azoknak, akik a lakásbiztosítási kampány során akarnak új szerződést kötni. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint eddig 270 ezer szerződést módosítottak, ami azt jelenti, hogy minden tizedik család élt a lehetőséggel. A Nemzetgazdasági Minisztérium várakozása az, hogy az előttünk álló egy hónapot követően egyrészt a lakásbiztosítási szerződések számában is növekedést fogunk látni, másrészt árérték arányban kedvezőbb lakásbiztosítások fognak létrejönni. Egy hónapja indult a lakásbiztosítási kampány, akkor a kormány nagy rohamra számított a biztosítóknál. A lakástulajdonosoknak már csak egy napjuk maradt arra, hogy eldöntsék, váltanak-e biztosítót. A kampány ugyan hivatalosan március 31-ig tartott, de az ünnep miatt keddestig kitolódott a határidő. Az április 2-ai határidő az a felmondásnak a határideje. Vagyis új biztosítást nem feltétlenül kell kötni a felmondással egy időben. Felmondás után még egy hónapig él a lakásbiztosítás, és ez alatt az egy hónap alatt is megkötheti valaki az új biztosítását, kiválaszthatja azt. Az a lényeg, hogy ne legyen olyan nap, amikor valaki nincs biztosítva. A lakásbiztosítások átlagos díja 2023-ban 15%-kal emelkedett. Ezt próbálhatják meg most visszanyerni az ügyfelek, ha kedvezőbb ajánlatot találnak. Szakértők szerint ugyanakkor kockázatos lehet csak az árat nézni. A lakásbiztosítás nem az a biztosítási termék, ahol elsődleges szempont az ár, hiszen éves szinten egy átlagos lakásbiztosítás olyan 54-55 ezer forintba kerül, ha ezen most spórolunk 10%-ot, az néhány 100 forintot jelent havonta. Sokkal fontosabb azonban megnézni, hogy a szerződés milyen fedezetekkel rendelkezik. Tavaly év végén valamivel több mint 3.300.000 szerződést tartottak nyilván, a biztosított összvagyon elérte a 200.000 milliárd forintot. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint a kampány csütörtökig 270.000 szerződés esetében hozott változást. A biztosítóváltás mellett számos egyéb pénzügyi változás lépett életbe április 1-ével. A pénztárcáknak legkevésbé kedvező ezek közül, hogy emelkedtek a banki számlavezetési díjak. A tavalyi éves infláció az majdnem 18% volt, és a bankoknak évente egyszer joguk van megemelni a különböző díjaikat az előző évi infláció mértékével. Bár a pénzintézetek dönthetnek kisebb emelésről is, nem ez a jellemző, így növekedhet az utalások, a készpénzfelvétel vagy az SMS értesítések díja. Áprilistól kell kötelezően elfogadniuk a bankoknak a fizetési kérelmeket is. Ez a csoportos beszedésnek egy nagyon jó alternatívája, hiszen a fizetési kérelemnél mi mondjuk meg, hogy mikor szeretnénk kifizetni azt az összeget. Nagyon egyszerű, csak rá kell okéznunk, és ezzel ki tudjuk fizetni majd a gázszámlánkat, villanyszámlánkat, telefonszámlánkat.
A Nemzeti Bank az átállástól azt reméli, hogy több közműszolgáltató és hatóság él majd a lehetőséggel, amivel elkerülhető a postára járás. A fizetési kérelmet ugyanakkor az ügyfeleknek nem kötelező elfogadniuk, ha szeretnének, maradhatnak a már ismert sárga csekkes megoldásnál. Több uniós tagállam is szigorú fellépést várt Magyarországgal kapcsolatban az Európai Bizottságtól. A 444 közérdekű adatigénylése révén olyan dokumentumokhoz jutott, amik arra utalnak, hogy a testület 2022 őszén az eredetileg zárolt összegnél több mint 1 milliárd euróval többet szándékozott visszatartani jogállamisági aggályok miatt. A Momentum EP képviselője szerint intézményi garanciákra van szükség, mint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, illetve hogy közvetlenül a városokhoz, illetve a civil szervezetekhez kerüljenek a támogatások. 20 billion euros remain frozen. Mintegy 20 milliárd euró továbbra is befagyasztva marad. Egy részét a kondicionalitási eljárás során zároltuk, mégpedig az LMBTQ jogok, az akadémiai szabadság és a menedékjogok körüli aggodalmak miatt. A magyar uniós pénzek többségének további zárolásáról beszélt még januárban az Európai Bizottság elnöke. 2022. decemberében a testület döntése mintegy 6,3 milliárd euró azonnali befagyasztásáról döntött, valamint arról, hogy a magyar alapítványi egyetemeket is kizárja az Erasmus és a Horizon programokból. A 444 közérdekű adatigénylése nyomán ugyanakkor arra jutott, hogy a bizottság eredeti javaslata ennél is drasztikusabb zárolást tartalmazott. A dokumentumok szerint összesen 7,4 milliárd euró operatív támogatás felfüggesztése lett volna a terv, és egyes tagállamok az agrártámogatásokat is megvonták volna. Voltak olyan elképzelések Holland, Luxemburg, Svéd, északi országok részéről, hogy az agrárpénzeket is megvonják, minden pénzt megvonjanak. Mondta híradónknak az ellenzék volt külpolitikai kabinet vezetője. Szent Iványi István kitért arra is, hogy bár Magyarország immár hozzáfér mintegy 10 milliárd euró uniós támogatáshoz, ezeket adott esetben újra zárolhatják. Bármelyik pillanatban felfüggesztheti a bizottság, hogyha úgy tapasztalja, hogy újabb súlyos problémák merülnek föl. Ugye a szuverenitásvédelmi eljárás kapcsán már kötelességszegési eljárást indítottak, ha ez nem vezet eredményre, akkor ez a bíróság elé fog kerülni, és ha a bíróság is úgy dönt, akkor ez lehet egy ok arra, hogy felfüggesszék. Az összes európai ország közül kizárólag az Orbán kormánnyal szemben zajlik jogállamisági vizsgálat. Hívta fel a figyelmet Cseh Katalin. A Momentum európai parlamenti képviselője szerint intézményi garanciákra van szükség Magyarország és az Unió viszonyának rendezéséhez. A politikus úgy látja, az Európai Bizottságnak a jogállamisági szupermérföldköveken túl további elvárásokat kellene megfogalmaznia. Feltételek közé be kell emelni az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, ez kellő garanciát adna minden olyan tagállamnak, aki aggódik az Orbán kormány politikája miatt, és közvetlenül kell minél több forrást folyósítani civileknek és városoknak. A képviselő hozzátette, a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel tovább erősítette a jogállamisággal kapcsolatos uniós aggodalmakat. Erősen bombázta az orosz hadsereg a Donbász városait. Az oroszok célja első körben Donyeck és Luhanszk megye elfoglalása. Közben a másfélmilliós Harkiv polgármestere 1 milliárd dollárra taksálta az orosz támadások által okozott károk mértékét. Ukrajnából haditudósítónk Olekszandr Kacsura jelentkezik. Jó estét kívánok, drágém Rüzia! A kelet-ukrajnai Donyeck megyében az orosz hadsereg az éjjel tűz alá vette a városomat, Druskivkát. Betaláltak a kultúrházba, ahol katonák nem voltak. Az önkéntesek osztottak humanitárius segélyeket a helyi lakosoknak. Az oroszok erősen bombázzák az ukrán infrastruktúrát, a raktárakat, illetve azokat a helyi lakosokat is, akik még itt maradtak. A megszálló erők közben intenzíven támadják Csaszivjart. Az oroszoknak sikerült előre nyomulni, több helyen egy kilométert mentek előre. Bár ez nem jelentős távolság, mégis rendkívül negatív fejlemény az ukránok szempontjából. Az ukrán erők továbbra is hiányt szenvednek, ami a személyi állományt, illetve a lőszert illeti. Itt Ukrajnában azonban sokakat reménnyel töltött el, hogy a francia védelmi miniszter bejelentette, hogy több száz használt, de működőképes páncélozott járművet és légvédelmi rakétákat adnak át Kijevnek. Az ukránok nagyon remélik,
reméljük, hogy a többi európai szövetségesük is követni fogja Párizs példáját. Azt is nagyon várjuk, hogy végre véget érjen a húzavona az amerikai kongresszusban az Ukrajnának szánt lőszerrel és fegyverekkel kapcsolatban, ugyanis rendkívül erősen tükröződik a frontvonali helyzeten az, hogy nem érkeznek a szállítmányok. Az ukrán fegyverkészletek ugyanis a felére csökkentek, míg az oroszok duplájára tudták növelni a tartalékaikat az észak-koreai és iráni szállítmányoknak köszönhetően. A már elfoglalt Avgyívka körzetében már csak további két falut, Umanszkét és Berdicsit kell az oroszoknak bevenni ahhoz, hogy kijussanak az operatív térségre, ahol már semmi nem áll az útjukban. Emellett a már elfoglalt ukrán utak mentén is aktív harcok folynak. Jelenleg nagyon kemény a helyzet Vuhledar alatt is, ahol Novomihályivkáért folynak a harcok, de Liman alatt is intenzív a küzdelem. A megszállók első körben Donyeck és Luhanszk kelet-ukrajnai megyéket akarják elfoglalni. Az oroszok ehhez nagyszabású mobilizálásra készülnek. Úgy hírlik, hogy havonta 30 ezer embert fognak behívni. Ez 5 hónap alatt 150 ezer fő. A veszteségeik hatalmasak, de ezzel nem törődnek különösebben. Ez egy ilyen csodálatot. Az izraeli katonák megkezdték a kivonulást a legnagyobb gázai kórházból. Izrael szerint a palesztin terrorszervezetek bázisként és fegyverraktárként használták az Al-Sifa kórházat, ezért hatoltak be. Két hét alatt terroristákat likvidáltak és fegyvereket foglaltak le. Közben Jeruzsálemben több tízezer ember tüntetett a Netanyahu kormány ellen. A miniszterelnököt pedig sérve műtötték. Állítólag jól van, de azt nem tudni, hogy mikor térhet vissza a munkájához. Az idei benzinár megközelítheti a 700 forintot, írja a Népszava. Jelenleg literenként 641 forintba kerül egy liter benzin, ami fél éves csúcsnak számít. Plecser Tamás olajipari elemző szerint a benzin drágulását az Egyesült Államokbeli termékhiány okozza. A dízelárak is nőhetnek, mivel a kínai gazdaság úgy tűnik magára talál, az oroszországi finomítókra pedig ukrán bombák hullanak. A szakértő szerint nem segít az sem, hogy a hazai nagy- és kiskereskedelmi árések is nőttek. Ennek fő oka a csökkenő verseny és a magas ágazati adók, amiket a cégek a vevőkre hárítanak. 8 autó ütközött az M7-es autópályán Balatonboglárnál, Budapest felé a 141-es kilométernél hétfőn késő délután. A balesetben 2 sérültek meg, könnyebben őket kórházba vitték. A balesetről a budapesti autósok oldalán tettek közzé egy videót, ezen az látható, ahogyan hatalmas sebességgel belerohan egy fehér Audi az M7-esen álló kocsisorba. A helyszínre több mentőegységet és 2 mentőhelikoptert is riasztottak. A gyógyíthatatlan ALS betegségben szenvedő Karsai Dániel fotójával gyűjtenek adományt csalók, közölte az alkotmányjogász testvére Karsai Péter. Az ismeretlenek a Facebook Messenger alkalmazásán keresztül veszik fel a kapcsolatot, és azt kérik az emberektől, hogy küldjenek adományokat. Karsai Péter felhívta a figyelmet, hogy testvére már hetek óta nem használja a Messengert, így akinek a nevében írnak, az azonnal jelentse a profilt a Facebooknál. A híradó után folytatódik a fórum, a témákat már is mondja Szlazsánszky Ferenc. Szervusz, Feri! Szervusz, Anna! Köszöntöm a kedves nézőket! Az első, amit javaslok, hogy Rákai Filip szerint Orbán Viktor nem tudott előzetesen a kegyelmi ügyről, arról csak a sajtóból értesült. A második, amit javaslok, hogy kemény üzenetváltás zajlott ismét Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között. A harmadik pedig egy egészségügyi téma, hogy 2023-ban 15%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest a magán egészségügyi szolgáltatóknál időpont foglalások száma, tehát ennyivel többen vették igénybe a magánegészségügyet egy év alatt. Ezeket javaslom, de természetesen bármiről beszélgethetünk. Köszönöm szépen, Feri, most tehát folytatódik a fórum, maradjanak velünk, híradóval pedig legközelebb 17.25-kor Gesztesi Máté várja Önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!